1954-ben helyezték üzembe a világ első atomerőművét a Szovjetunióban. Ekkor kezdődött a nukleáris energia hasznosítása villamos energia termelésére. Napjainkban ez az energiaforrás egyre nagyobb jelentőségű, és ma már sok atomerőmű üzemel vagy épül szerte a világon. Hazánk 1966-ban kötött államközi egyezményt a Szovjetunióval atomerőmű létesítésére. Ennek alapján indult meg a tervezés, majd Pakson, Tolna megyében az építés, e nagy létesítmény alaptövének elhelyezésével. Reaktorában a maghasadás során az energia sugárzás és hő formájában szabadul fel a hasadó anyagok tömegének csökkenése közben. Egy kilogramm urán energiatartalma nagyságrendekkel nagyobb, mint a hagyományos tüzelőanyagoké. Ezért sokkal kevesebb nukleáris üzemanyagra van szükség azonos erőmű teljesítményhez. Alapos vizsgálatok után jelölték ki az első magyar atomerőmű telephelyét Paks térségében. Gondosan összeállított telepítési terv szükséges az épületek, utak, vasutak, közművek létesítéséhez. Így alakul ki a nagymű jövőbeli képe, az üzemi létesítmények és az építők, szerelők felvonulásának területe. Az üzemi létesítmények között legnagyobb a főépület, benne a reaktorok és a turbogép csoportok, mellette a radioaktív hulladékokat tároló segédépület. A hűtővizet a Dunából nagy csatornákon keresztül vízkivételi művek szolgáltatják. A helyszíni építési munka 1974-ben kezdődött a tereprendezéssel, az építők felvonulásának és a közműveknek az építésével. A tereprendezéshez több mint 2,5 millió köbméter földet mozgattak meg. Ezzel az atomerőmű területét a Duna-gátak szintje fölé emelték. Az üzemi főépület építése 1975-ben kezdődött a földkiemeléssel, majd az alapozással. A homokos talajban a turbógép csoportok részére cölöp alapozás készült. A reaktorcsarnok helyén az alapozás a talajvízszint alá került. A vízszint süllyesztése az építés alatt állandó szivattyúzással történik. Beton készítéséhez szükséges homokos kavics jelentős részét a Dunából termelik és a parton tárolják. Nagy tömegű betonmunkára kellett felkészülni, mert az atomerőmű létesítményei a hasonló teljesítményű hagyományos erőműnél négyszer több vasbetont igényelnek. A betonacél előkészítő üzemben készülnek a vasbetonfalak és födémek hegesztett térhálós vasalásai, a hazai erőműveknél eddig még nem alkalmazott technológiával. A reaktorüzem alapozása másfél méter vastag vasbetonlemez. Az üzemterveit a Szovjetunióban készítették, gondosan ügyelve az atomerőmű biztonsági követelményeire. Helyiségek csatornái itt rozsdamentes csövek. Ezek gyűjtővezetékeit már az alaplemezbe kell helyezni. A
vasbeton oldalfalak készítéséhez az előre összehegeztett vasalásokat felállítják, ehhez erősíthető a táblákból összeállított zsaluza. ...1977 tavaszára elkészültek az első reaktor körül az alsó helyiségek falai. A reaktor vasbeton aknája ebbe a helyiségbe kerül. A kiálló vasbeton oszlopokra fog támaszkodni a hermetikus tér alsó födéme. A reaktor akna körüli helyiségek padlóját és az oldalát rozsdamentes lemezzel burkolják. ...1976. szeptemberében kezdődött a 30 méter magas gépházi csarnok szerkezetének állítása. A csarnok 252 méter hosszú. Ehhez összesen 43 keretállást kell felállítani. Az épületszerkezet szerelését a 140 tonna teherbírású önjáró daru segíti. Keretszerkezet felállítása után helyére kerül a 125 tonna teherbírású gépházi daru pályagerendája. Folyamatosan készül a gépházi pince padlószintje, benne a gépek és födémek előre gyártott alapjai. Egy év alatt több mint 30 keretállás készült el. ...1977 tavaszán az üzemi főépület építési munkáinak üteme felgyorsult. Az építővállalatok éjszakai munkát is szerveztek a kritikus épületrészek mielőbbi elkészítése érdekében. A hűtővíz ellátása Dunából történik hidegvíz csatornán keresztül. A csatorna 1200 méter hosszú. A Duna minimális vízhozamának az egyharmadát képes szállítani. Ez a hűtővíz mennyiség 4000 megawatt erőmű teljesítményhez elegendő. Terjedelmes, nehéz berendezések fogadására épül a kikötő. A hidegvíz csatorna végénél még szárazon épül az első vízkivételi mű két 440 megawattos reaktorblokk részére. A mély aknába kerülnek a szivattyúk, amelyek másodpercenként 54 köbméter vizet szállítanak majd a turbina kondenzátorok hűtésére. A vízművet a turbinákkal acélcső vezeték köti össze. Ennek a gépház előtti szakasza föld alá kerül. Itt minden turbinához 4 egyenként 2000 mm átmérőjű cső vezet. A felmelegedett hűtővíz a melegvíz csatornán keresztül jut vissza a Dunába.
épül a pótvíz előkészítő és vegyszertároló üzem épülete. Ebben lesznek majd felszerelve az óránként 360 tonna sótalan vizet szolgáltató víztisztító berendezések. Kezdődött a reaktor üzem 100 méter magas szellőző kéményének alapozása is. Az igazgatási épületben kap helyet az orvosi rendelő. Itt végzik majd a nukleáris létesítményekben dolgozók rendszeres egészségügyi ellenőrzését. Az erőmű leendő főbejárata mellett már működik az étterem. És elkészültek a beruházó tervező-kivitelező vállalatok irodái. 1977. augusztusában érkeztek a helyszínre az első olyan rozsdamentes acélból készült tartályok, amelyekben majd a reaktor üzemzavari hűtésének a borsavas vizét fogják tárolni. Ezeket a tartályokat építés közben kellett elhelyezni a reaktorcsarnokban, az előkészített rozsdamentes acélpadlójú helyiségekbe. Ugyanakkor megérkeztek a hermetikus tér alsó födémét tartó 2,5 méter magas acélgerendák is. Ezeket a reaktor körül már előkészített oszlopokra helyezik el. Munkaidő végeztével nagy forgalmat bonyolít le az autóbusz pályaudvar, mert a lakótelepet az erőműtől 5 kilométerre helyezték el. A lakótelep Paks déli oldalán dombtetőn épült. Lakóházai kényelmes szállást biztosítanak az építkezés 6000 dolgozójának és az erőmű üzemviteli személyzetének. Szerű üzletek sora egészíti ki az egyre növekvő új atomerőművi városnegyedet. Beruházók, gyártók és építők nagyszerű alkotása a Paksi atomerőmű, hazánk legnagyobb beruházása, a magyar villamos energiarendszer első nukleáris létesítménye.